ahhoz, hogy valaki jó vezetővé váljon, szerintem a legfontosabb az, hogy önmagával a leginkább tisztában legyen. És én ezért vagyok itt. Nagyon sokat tanultam önismeretről, motivációról, az én lehetséges karrierutaimról, lehetőségeimről. Minden egyes órán új inspirációkat, új gondolatokat gyűjtök ahhoz, hogy a lehető legjobb vezető váljon belőlem. Amiért ez a képzés különleges, és valóban ez a 21. századi vezetői képzésnek az alapja, hogy módszeresen végigveszi azokat a különböző vezetéstechnikákat, kezdve tárgyalás technikától, de egészen a saját karrierháló építéséig, módszeresen végigmegy az összes olyan eszközön, amit mi, mint vezetők nagyon jól tudunk használni. Ugye nekem személy szerint nagyon kiemelkedő volt a coaching jellegű oktatás, illetve ami nagyon pozitív ebben a sorozatban, hogy neves szakembereket szólaltatnak meg, első kézből nagyon jó példákkal, amit mi szinte azonnal az éles vállalati környezetben használni is tudjuk. Jó, számomra mindig fontos volt a saját magam fejlődése, úgyhogy ezért gondoltam, hogy hasznos lehet egy ilyen tréning. Külön érdekesség az, hogy cégen kívüli kapcsolatokat tudok építeni a itt jelenlévő kollégákkal, és nagyon-nagyon jónak tartom a meghívott előadóknak az előadásait. Amiért nekem ez az oktatás tetszik, mert olyan, mintha szabadságon lennék, ugyanis a telefont meg sem lehet nézni, ki kell kapcsolni, ezt élvezem, de a viccet félretéve nagyon hasznosnak tartom. Témák abszolút relevánsak, fontosak a vezetők számára. Mind a oktatókat és a vendégelőadókat is abszolút szakmailag kompetensnek tartom, színvonalas előadásokat tartanak, viszont ami nekem a legjobban tetszik, az az, hogy 11-en vagyunk ebben a csapatban, és tényleg olyan csoporttársaim vannak, akiknek van tényleges vezetői tapasztalata, és meg tudjuk egymással osztani különböző problémákra, ki milyen megoldásokat adott már, milyen tapasztalatokkal rendelkezik. Nekem ez tetszik a legjobban ezen a tanfolyamon. Azért jöttem a képzésre, hogy kimozdulok egy kicsit a napi munka unalmából, és tanuljak valamit, fejlesztem magamat, és amit eddig el tudok már vinni magammal, az, hogy egy igazán hiteles és sikeres vezetőnek sokat kell foglalkozni önmagával, fejleszteni kell önmagát, önismeretet kell gyakorolni, és tudatosan foglalkozni kell ezekkel a témákkal. Én azért jöttem el erre a továbbképzésre, vagy előadássorozatra, mert nagyon megtetszettek a szertágazó témák, nagyon tetszett a részvevőknek az összetétele, ki milyen cégtől, vállattól, iparágból érkezett. A harmadik pedig az, ami nagyon tetszett, maga az egy-egy napnak a programja, ahogy a vendégelőadók feldolgoznak egy témát, és utána pedig a coachok segítségével, mi a csoporttagokkal ezt tovább boncolgatjuk, és kölcsönösen tanulunk belőle. Nagyon tetszik az egész. A program nekem fantasztikus élményt adott, azon kívül, hogy szakmai tapasztalatokat szerezhettem és oszthattam meg a kollégáimmal, remek csapat szerveződött össze, nagyon jó hangulattal, és minden egyes órát, minden egyes percet fel tudok használni a munkámban az elkövetkezendő időszakban, magamat és a munkámat fejlesztve.